Nyílt napot tartottak a Csornai Kossuth iskolában. Göncz Tibor igazgató elmondta, a 2017-2018-as tanévben 5 szakmát indítanak. A diákok cukrász, szakács, gépi forgácsoló, ipari gépész és eladó szakokra jelentkezhetnek. Szeretettel köszöntöm a Lábaközi Televízió nézőit. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Csornai Kossuth Lajos szakközépiskolája 5 szakmát tud ajánlani az idei évben végzős 8. osztályos tanulóknak. Az 5 szakmánk a cukrász, szakács, gépi forgácsoló, ipari gépész és az eladó szakmák. Az utóbbi 4 szakma, tehát a szakács, a gépi forgácsoló, az ipari gépész és az eladó szakmáink hiány szakmák. Azt jelenti, hogy ezekben a szakmákban kiemelt ösztöndíjat tudunk biztosítani a hozzánk jelentkező tanulóknak. Ipari gépész és gépi forgácsoló szakmákban már 9. évfolyamtól tudjuk ezeket az ösztöndíjakat biztosítani, hisz mind a 2 szakmában vállalati tanműhelyen rendelkezünk, tanulóink a Csornai Hantec ZRT telephelyén vannak gyakorlaton. A 9. osztályban a tanulók már ebben a 2 szakmában tanulószerződéssel rendelkeznek, és megkapják a mindenkori minimálbérnek a 20%-át. A gépi forgácsoló és ipari gépész szakmába jelentkező tanulók ezen felül a 2. fél évtől, 9. évfolyamon, a 10-től 35 ezer forintig a tanulmány eredménytől függően kaphatnak ösztöndíjat. A másik 2 szakmában, szakács és eladó szakmában 10. osztálytól a mindenkori minimálbér és a 10-től 35 ezer forintos ösztöndíjat tudjuk biztosítani. Ennek az ösztöndíjnak a nagysága a tanulmányi eredménytől függ. 9. osztályban tanulók az iskolában vannak gyakorlaton, 10. évfolyamtól pedig vállalatoknál, illetve éttermekben, boltokban tudják a gyakorlati időt elvégezni. Mostanában nagyon sok helyen látjuk azt, hogy 3 plusz 2 év a szakképzés. A 3 plusz 2 év azt jelenti, hogy 3 év után, plusz 2 év alatt még érettségit tudunk biztosítani. Ez a plusz 2 év nem kötelező. Ha a tanuló végez, szakmát szerez, aki úgy gondolja, elhelyezkedhet és dolgozhat. Aki úgy gondolja, hogy ő szeretne még tanulni, leérettségizhet 2 évben, csak érettségit rá készítik fel, tehát matematika, magyar, történelem és idegen nyelv tantárgyak vannak. A közelmúltban nagyon jó hírek érkeztek az iskoláról, az ösztöndi adta lehetőségek kihasználásáról, ami bizonyítja, hogy érdemes jól tanulni. Mint az előzőekben is említettem, nálunk elég összetett és komoly ösztöndi rendszer van. Az egyik ösztöndi lehetőség a minimálbér 20%-ra kapja minden olyan tanulónk, aki tanulószerződéssel rendelkezik. Ez most a körülbelül 20 ezer forint, a minimálbérnek a 20%-a. Ezen felül a hiány szakmában, tehát a szakács, gépi forgácsoló, ipari gépész és eladó szakmában 10-től 35 ezer forintig a tanulmány eredménytől függően. A jó hírünk az pedig az, hogy egy tanulónk, Sie Réka, aki a Csornai Zöldfa vendéglőben van gyakorlaton, pályázat útján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jeffrey Antal díját nyert el, ami havi 30 ezer forint ösztöndíjjal jár. Ő a tanulmányai végéig havonta 20 plusz 35 plusz 30 ezer forint ösztöndíjban részesül. Tehát 80 ezer forintnál több nettó ösztöndíjat kap a nálunk tanuló, Sie Réka tanuló. Roppant büszkék vagyunk rá.